Köszöntöm a kedves nézőket! Megszokhatták már, hogy minden évben beszélgetünk a Dal című show műsorba jutott felvidéki vagy felvidékről származó versenyzőkkel. Idén sem lesz ez másként, hiszen három ilyen produkció is szerepel a show műsorban. Azt is megszokhatták már, hogy ennek apropóján a Phoenix RT frontemberével Pus Tamással is rendszeresen beszélgetünk. Így őt köszöntöm most a stúdióban. Szia Tomi ismét! Szia, köszöntöm a nézőket! Hát harmadszor jutottatok be a Dal című produkcióba, az élő show műsorba, tehát a legjobb 40 dal között szerepeltek. Milyen visszaigazolás ez nektek? Nagyon jó, és nyilván nagyon örülünk a zenekarral. Ugye a tavalyi évünk kimaradt, 2023-ban nem jelentkeztünk. A 2024-es dalban pedig azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hiszen megjelent a Félszavak című dalunk, és gondoltuk, hogy megmutatjuk a nagyvilágnak. Azt hiszem, jogos a kérdés, hogy úgy szereztek dalt, hogy majd beneveztek a Dal című show műsorba, vagy esetleg úgy gondoljátok, hogy az a dal, ami megszületett, érdemes arra, hogy benevezzetek vele? Eddig minden esetben az volt, hogy például a Jelzőfénynél ugye készült a lemezünk, és miután megjelent a lemez, akkor arról beszélgettünk, és jött a felhívás a dalba, és akkor beneveztük a Jelzőfény dalunkat, azzal jutottunk be, majd 2022-ben a Levegőt című dalunkkal, az is már jóval előtte elkészült, úgyhogy nem kimondottan a dal műsorba íródott, és most is szeptemberben, 2023. szeptemberében jelent meg a Félszavak, igazából ez a második előfutára az új Phoenix RT lemeznek, és beszélgettünk a srácokkal, hogy próbáljuk, ne próbáljuk. Egyébként ilyen két csapatra szakadt a zenekar, úgyhogy volt az a rész, amihez én is tartoztam, aki mondta, hogy egy nagyon jó élmény volt, és egy nagyon jó lehetőségnek gondoltam a dalt, és volt az a rész, aki azt mondta, hát már kétszer voltunk, lehet, hogy már nem kellene, de mondtam, hogy három a magyar igazság, és tényleg ebbe az év elejé ilyen nyugis vagy állóvíz helyzetben én azt gondolom, hogy jó beledobni ezt a kavicsot, és akkor így felpesdíti az egész évet, és így beindítja. Hogy éreztek rá arra, hogy melyik dalt kellene benevezni a produkcióba? Mert hogy egy csomó dalotok van. Igen, érdekes ez, hogy például fel is hoznám a Jelzőfény a 2021-es dalba, Jelzőfény dalunkat. Ugye akkor két dalt is beküldtünk, a másik az Ami ránk vár volt, ami egy lassú lírai dal. És érdekes módon, én ha tippelni kellett volna, akkor azt gondoltam, hogy az fog bekerülni, pont a populárisága miatt. Tényleg egy ilyen lírai pop-rock dalról van szó, és ellenben ezzel a Jelzőfény, ami meg egy metal dal, az került be. De hál' Istennek ezt látjuk évről évre, hogy egyre több a rock produkció a dalban, és ez kimondottan jó szerintem, hiszen teret adnak a tévében a rock zenekaroknak, és hogy meg tudjuk magunkat mutatni nem csak klubokban vagy fesztiválokon, hanem igen, ott lehetünk a médiában is. Igen, azt akartam volna kérdezni, hogy a műfaji sokszínűség miatt van egyre több rock dal szerinted a produkcióban? Én azt gondolom, hogy nagyon jók a rock dalok, és vagy hát bízok benne, hogy ez miatt. És ahogy ha visszanézzük, akkor tényleg így minden éven voltak, és nem csak feltörekvő, de ismert zenekarok is többek között. Például említhetnénk Leandert, hogy a Depresszió is volt annó, ugye, a Nomád zenekar, AVS, ugye, aki meg is nyerte. Úgyhogy folyamatosan tényleg minden évben voltak rock produkciók. És egy rockzenekarnak, most beszéljünk a Phoenix RT egy feltörekvő rockzenekarnak, nagyon jó dolog az, hogy ilyen komoly színpadon, komoly látvánnyal maga mögött, és egy profi stábbal este 8 órakor a főműsoridőben így van, be tudja mutatni például az új szerzeményét. Maradjunk akkor egy kicsit a Félszavaknál, miről szól a dal, mit kell róla tudni? Igazából 2023-ban Győrök Bence csatlakozott a zenekarhoz, így négy tagúvá váltunk, és Bence szerzeménye egyébként, ő írta a zenei részt, Marcival együttműködve, és hozták le a próbaterembe egy jó kis dallamos rocknóta, én popmetálnak szoktam mindig mondani. Vannak benne tényleg zúzós részek, ahol szólnak a torzgitárok, de a verzék azok lágyak, ilyen fülbemászó, és a refrén is azt gondolom, hogy így a több szólam miatt is ilyen nagyon megjegyezhető fülbemászó. A szövegét pedig én írtam,
és arról az érzésről szól, vagy azokról a kapcsolatokról, amikor már nem szükségesek egész mondatok, hanem tényleg félszavakból, vagy akár szó nélkül is értjük a másikat, akár egy pillantásból, vagy ha tényleg ránézünk, hogyha tudjuk, ha szüksége van ránk, akkor ott vagyunk, vagy fordítva, és ha nekünk van szükségünk rá, akkor a másik ott van. Meghallgattam a dal, gyönyörű szép szóképek vannak benne. Miből merítesz életet? Nekem nagyon nagy inspirációm egyébként maga a zene. A dalok, ahogy megszületnek, a zenei rész, és amikor Marci vagy Bence átküldi, és ez a dallamvilág, igazából én mindig azt szoktam, hogy az hozza ki belőlem. Nagyon kevés olyan alkalom volt, talán a levegőtnél volt olyan, hogy a szöveg készült el előbb, de például a többség Főnix RT dalnál az a jellemző, hogy a srácok Marci, Bence megírják a dallamot, elküldik a gitárokat, mi az elképzelésük, esetleg készítenek egy demót, és a demó hallgatása váltja ki belőlem. Érdekes, hogy milyen érzést ad, és akkor az alapján íródik meg. Nagyon érdekel engem ez a folyamat, hogy leülsz, hallgatod a zenét, megszületik a fejedben a téma, és aztán kezded el a szöveget írni, vagy a szóképek jelennek meg a fejedben, és aztán indul el. Ez is érdekes. Először inkább ilyen halandzsa szöveg. Úgyhogy a dallamot szoktam először kitalálni, hogy milyen legyen a dallam vezetése az egésznek. Nyilván a gitárok rá segítenek, de így, ahogy elkezdem hallgatni, tudom, hogy ez a dal intrója, itt indul nagyjából a verze, itt lesz majd a refrén, és ahogy így ilyen halandzsa angollal ráéneklek, így áll össze először a dallam, és aztán ez így valahogy rögződik. Nem írom le, nem vagyok egy tanult zenész, és én tényleg így a fül szerint, ami így megmarad a fejben, az alapján aztán így elkezdek agyalni azon, hogy a magyar szöveg vajon milyen lehetne, és aztán jönnek a szavak. Általában vagy a refrén, amikor megjön a refrén, utána már egyszerűbb, akkor már látom a témakörét is. Először a refrén születik akkor. Általában igen. Uh-huh. Igen. Kérdezném, hogy a zsűrit ismerve mit gondolsz, hogy hova helyezi majd a ti produkciótokat, de hogy a zsűriben két új tag is van. Szandi, ugye, és Német Alajos. Mennyire örülünk nekik? Én nagyon örülök neki, de ezt elmondta egyébként, azt hiszem, hogy 2 éve is, meg 3 éve is. Nagyon szimpatikus a zsűri, ugyanúgy, mint az előző. Én Loizinak nagyon örülök, hiszen bikinin nőttünk föl, úgyhogy én nagyon szeretem a bikininek a munkásságát, zenéjét, Loizit is. Egy nagyon szimpatikus úriember, úgyhogy pont nyáron találkoztunk egyébként egy fesztiválon, és egy nagyon jót beszélgettem vele. Meg hát ugye tudnélik, ő most az Artisiusnak az elnöke is, úgyhogy arról is csomót beszélgettünk, és nem tudtam. Ezt, vagy nem tudtuk ezt a változást, és az előválogatón szembesültünk vele, amikor már mentünk be a színpadra, és akkor láttuk meg Szandit is. Egyébként ő is nagy rock rajongó, úgyhogy vele is találkoztunk már így rock koncerten, például Budapesten egy külföldi zenekarnak a koncertjén volt ott a férjével. Úgyhogy kimondottan én azt gondolom, hogy egy rockzene kedvelő zsűri ül most a dalban. Na hát akkor reméljük, hogy ez a javatokra válik. Az előválogatókon már hallhattatok több produkciót is. Hogy értékeled a mezőnyt? Szerinted milyen az idei mezőny? Én azt gondolom, hogy erős. Megint sok a rockzenekar, és végig hallgattam egyébként a 40 dalt, most már felkerült, és meghallgatható a dalnak az oldalán. Szeretek így elmérni. Annyira jó szövegek vannak sokszor, hogy hihetetlen tényleg, olyan jó szófordulatok és olyan jó gondolatok. Nekem vannak tippjeim, hogy ki lesz a döntőben. Ezt is meg akartam kérdezni, hogy neked ilyenkor vannak tippjeid, hogy ki lehet az abszolút befutó, és ez mennyire szokott beválni? Hát változó. Volt olyan, akire azt tippeltem, hogy a döntőig jut, és nem, és volt, akiről azt gondoltam, hogy az elején kiesik, és ott volt a döntőben, úgyhogy ez tényleg változó, de most azért azt gondolom, hogy lesznek olyanok, akiket beszéltünk a srácokkal, hogy bejut a döntőbe, és ott lesznek. Tehát akkor szerinted erős a mezőny idején. Igen, igen, igen. Hogy készültök a produkcióra? Most már volt több forgatás, ez nem titok, január folyamán többször voltunk Budapesten, készült egy közös dal, úgy, mint ahogy eddig is szokott. Most a Vadászat album
kapcsán, ugye 40 éves volt, Hobó Vadászat lemeze. Ez miatt egy Hobó medli készült el, és nagyon-nagyon örültem neki, amikor küldték, azt is vártuk, hogy mi lesz pontosan, és amikor megkaptam a zenei alapot, szöveget, hát itt szöveget nem kell tanulni, tök jó, mert szintén olyan dalok, amit gyerekkorunkban apuval hallgattunk, otthon meg volt a lemez is, úgyhogy annak nagyon örültem, és a srácokkal több forgatáson vettünk nyilván részt, kisfilm, fotózások, interjúk. Én nagyon élvezem ezt a pörgést mindig, úgyhogy tényleg ez így, amit előbb is mondtam, hogy beindítja az évet, és ami még ilyen külön öröm számomra is, meg a srácoknak is, hogy a műsorkészítőkkel, szerkesztőkkel le tudunk ülni, és együtt kitaláljuk a látványt, hogy fog kinézni a színpad. Nekem ez a kreatív munka, ez ilyen nagyon-nagyon bejött már az első adásba kerülésünkkor is, hogy így meg lehetett tervezgetni azt, hogy hol szeretnénk lángokat, hol füstöt, milyen legyen a LED fal mögöttünk. Úgyhogy ez a munka, ez a része, ez most is nagyon tetszik. Lesik tulajdonképpen a kívánságaitokat, és amit tudnak, azt megtesznek. Igen, értetek, igen, segítenek nagyon sokat. Veterán dalosként, dalos résztvevőként talán már kérdezhetlek arról, hogy mennyire tudjátok ti kihasználni a dal nyújtotta lehetőségeket? Az a helyzet, hogy ilyenkor igyekszünk minél több helyen megjelenni a zenekarra, minél több interjút adni, és így szem előtt lenni igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a két dal, amiben eddig szerepeltünk, hozzátett a zenekarhoz, vagy a zenekarnak a létezéséhez, hiszen újra és újra felbukkantunk egy-egy rádióban, egy-egy tévéműsorban akár, és ez mind hozzátesz szerintem ahhoz, hogy a zenekar ezen a lépcsőn lassan, folyamatosan, fokozatosan felfele lépkedjen, és így az emberek megjegyzik a zenekar nevét, és ha látják esetleg, hogy koncert, igen, akkor utána néznek, eljönnek, és akkor már találkozunk. Úgyhogy így biztos, hogy lehet bővíteni a rajongó bázist, vagy ez is az egyik módja annak, hogy egyre több Phoenix RT kedvelő legyen. Mi a legnagyobb hozadéka a show műsornak számotokra? Én azt gondolom, hogy ez hogy bővül a rajongótábor, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik aztán a turnén vagy fesztiválokkor megjelennek, és mondják, hogy fú, titeket a dalba láttunk, mert éppen néztük a nem tudom kicsodát, volt egy kedvenc, és akkor már végignézik a műsort, és azt mondják, hogy fú, ez jó ez a dal. Úgyhogy szerintem ez, meg egyébként, hogy volt több rádió is, ahol annó bepróbálkoztunk, és nem jött válasz, és érdekes, hogy amikor beírtuk, hogy bejutottunk a dalba, onnantól érdekessé vált a zenekar, úgyhogy ugyanazt a dalt küldtük. Onnantól zöld utat kaptatok tulajdonképpen, igen. Ez egy útlevél a rádiókba? Igen, igen, hogy a tévének még mindig van olyan ereje, én azt gondolom, hogy érdekessé teszi az adott produkciót, és itt tényleg sok helyre eljutottunk, és most már ott tartunk, éppen most a napokban beszéltük a zenekarral, hogy így figyeltük konkrétan egyik ismerősöm küldte, hogy szóltunk az egyik országos rádión, a Pont a levegő című dalunk, és akkor nagyon megörültünk, és van egy ilyen oldal, ahol ezt így nyomon lehet követni, hogy hol szólnak a dalaid, és ilyen örömmel láttuk, hogy rengeteg rádióval szól Phoenix RT, és ebbe az országos rádióban most ilyen felfedeztük, hogy két naponta például a levegőt elhangzott, meg szólt. Úgyhogy nekünk ez mind olyan pozitívum, ami foghatjuk a dalra, foghatjuk arra, hogy folyamatosan koncertezünk, meg tevékenykedünk, meg csináljuk a dolgunkat, de én azt gondolom, ez így mind összevetve, vagy ez így összegyúrva az igazi, és akkor tud az ember így előre jutni. Mennyire nehéz egyébként betörni a magyarországi piacra, külhoni zenekarként? Szerintem szorgalmon múlik. Én azt gondolom, hogy ha valaki tesz érte, és fanatikus, úgymond, és szereti, amit csinál, és folyamatosan keresi az utat, akkor el lehet érni. Valakinek gyorsabban megy, valakinek gyorsabban sikerül, valakinek lassabb ez a folyamat. Én úgy örülök, hát lehet, hogy a Phoenix RT is tarthatna előrébb, meg tarthatnánk mi is valahol hátul kullogva, hogy évente játszunk 2-3 koncertet. Folyamatosan teszünk azért, hogy koncertezzünk, hogy legyen turné, hogy jelenjen meg lemez, próbálunk a zenekarral, tényleg heti szinten összejárunk, ötletelünk. Így jött például 2023-ban is az, hogy Bocskor Gáboréknál a reggeli műsorban
turnéra indultak, és keresték a helyi zenekarokat, és akkor volt egy ilyen Debrecen, Szeged, Szombathely, Győr turnéjuk, és keresték a győri zenekart, és egy kedves ismerősünk beírt nekik, hogy a Főnix RT. Még nevettünk is rajta, hogy hát mi nem vagyunk győriek, de mondta, hogy Győr környékiek vagytok, úgyhogy rá lehet fogni, azt mondja, hogy ott van egy határ, az egy dolog, de azt mondja, ez minket nem fog érdekelni. És elküldte, és érdekes volt, hogy folyamatosan utána jöttek az SMS-ek. És nagyon szépen meneteltetek abban a versenyben, mert hogy én nyomon követtem. És igen, tényleg, igen, majd, igen. Hogy nem a fináléig jutottatok, ugye? Oda jutottunk végül is. Igen, úgyhogy akkor nem, majd, hogy nem. Konkrétan akkor annyi SMS érkezett, hogy május 12-én a győri állomásukon zenélhettünk, úgyhogy az is egy komoly élmény volt reggel 6-kor Győrbe a Városház téren zenélni, és igazából leghallgatottabb rádió, ugye? Igen. És azt mondták akkor, hogy 1.300.000, vagy valami ilyesmi, az elég komoly szám, így kimondva, és nagyon jó élmény volt számunkra, szakadt az eső, egész héten egyébként jó idő volt, mind az összes állomáson sütött a nap, Győrbe leszakadt az eső, de az emberek, ahogy ott álltak esernyőkkel, főnixert és transzparensekkel, volt egyébként egy ilyen reményjáték is, úgyhogy nyilván értettük ezt a reggel 6 órás nagy lelkesedést, de nekünk tényleg nagy élmény volt, hogy ott lehettünk. Nekem egyébként kedvenc reggeli műsorom, őket szoktam hallgatni, és találkozni velük, beszélgetni, úgyhogy ez mind nagyon jó volt, és utána a másik héten pedig kiválasztották az 5 közül, aki nyerte az egy hónapos játszást, és ott a fináléban mi maradtunk, és a Gipó cirkusz, és aztán ők nyerték meg. Igen, a gyerek kicsi. Úgyhogy igen, az egyébként egy nagyon jó dal, és nagyon szép dal. És örülök, hogy a szívemen eddig jutott. Sőt, azóta egyszer le is játszották Bocskor Gábori pont a műsorban, aminek így nagyon örültem. Kocsiból szólt, ott hagytam a telefonomat, és mondom, miért szól a szívemen el? Én mondom, hát rádiót hallgatom, hogy kinyitottam, és mondom, tényleg náluk szóltunk. Úgyhogy ez is egy jó dolog. Ez egyébként az abszolút célotok, hogy a magyar piacra betörjetek? Mert hogy én azt látom, hogy Felvidéken már nagyon felkapott zenekar vagytok. Azt gondolom, hogy a felvidéki piac, és hülyén fog hangzani, hogy kicsi, de tény, hogy itt azért nincs annyi lehetőségünk. Van pár klub, ahova el tudunk menni, de nem játszhatnánk januárba Révbe, utána februárba Dunaszerdán, aztán vissza a Révbe, hogy egyszerűen kell lesz, hogy minél több városba megmutassuk magunkat, és tényleg nekünk is. És Magyarországon meg olyan klub hálózat van kiépítve, hál' Istennek, ahol folyamatosan lehet tényleg turnézni, és lehet koncertezni, és látjuk azt a turnék során, hogy egyre többen vannak, és jönnek Főnixert és Pólóba. Úgyhogy el tudunk menni felvidéki zenekarként Kaposvárra, most már akár önállóan is, és nincs szükség arra, hogy vendégzenekarként. Nyilván, amikor vendégzenekar vagyunk, vagy vendégzenekarként megyünk, akkor tisztában vagyunk vele, hogy nem miattunk mozdul meg az a tömeg, aki éppen ott van a klubba. Ezek egyébként nagyon fontos dolgok, hogy így az embernek a fejébe így rendben legyen, mert sok vendégzenekar, én mindig, sőt, ezt ki is szoktam hangsúlyozni, sőt, szerintem múltkor is mondtam, hogy mindig támogatom ezt, mindig el szoktam mondani, hogy vendégzenekarként, kezdőzenekarként nagyon fontos az, hogy elmenjen előzenekarnak, mert úgy tudja magát megismertetni, főleg ha olyan ismert zenekarral megy el valaki, aki stílusban is hasonló, akkor eléri azt a célközönséget, és abból, hogyha mondjunk egy sportcsarnokos bulit, ha ott vannak 800-an, akár 1000-en, ha csak 100 embert szólít meg, és abból a következő bulira, amit önállóan csinál, eljön 50, akkor már 50 emberre játszik egy, vagy 50 embernek játszik egy klubba, szóval ez ilyen érdekes folyamat. Igen, abszolút. Tomi, megszokhattad már, hogy lehetőséget adunk, hogy szólj a nézőinkhez, hogy támogassanak titeket majd a most szombati előadásban, úgyhogy ezt most megteheted. Én elsősorban szeretném megköszönni a 2021-es és a 2022-es dalos szereplésünkkor leadott szavazatokat. Nagyon jól esett, hogy ennyien támogattak minket, és ha lehetőség nyílik rá, nagyon örülnék neki, hogyha újra szavaznának majd ránk a hétvégén. Úgyhogy mi oda fogjuk magunkat tenni, igyekezni fogunk nagyon, és örülünk, hogy
képviselhetjük Felvidéket Csallóközt. Nagyon szépen köszönöm neked, Tomi, a beszélgetést. Nagyon sok sikert kívánunk nektek most szombatra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, de még ne kapcsoljanak el, ugyanis következik a félszavak. Most én várlak, az élet megdipor. Nem kellenek mit mondatok.